Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott. Ricskeszt. Sziasztok, itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, és vendégem Körmöci Péter. Sziasztok, köszöntök minden hallgató és nézőt. A Kadaveres zenekar atya, istene, főnöke, császára, minden ese. Terroristája, ha mondhatod így. És most döbbentem rá egyébként, mikor a, a, a picit rákészültem az alásra, hogy 15 éves a zenekar. Igen, ez a, ez 15 15 évünk tulajdonképpen, ez a 2020, ami azért meglepett. Ez engem is azért meglepett. Sőt, olyannyira meglepett, hogy az év elején nem is fókuszáltunk erre a jubileumra, nem is nagyon tűnt fel, de aztán úgy nagyjából rájöttünk, hogy, hogy hoppá, ez elég izgi is lehetne, vagy lehetett volna, hogyha nyilván ez a, kicsit ez a COVID ügy. Nem szeretnék nagyon ebbe belemenni, mert mindenkinek egyformán COVID a COVID, de hát ez így alakult, most nem tudunk mit csinálni. Hát pont azt akartam mondani, amikor rájött, 15 éves jubileum év van, és nem készültetek rá, inkább gyorsan megetettél egy tatut egy kínaival, hogy. Hát ez van, ne, minden, ne az pl izé, plastik poharakat 15 éves jubileumiket, hát nem mindegy, otthon iszom bele a vizet, kb. ennyi. Ú, <síns> igen, ezt sajnos hát, erre nem sokan tudnának mesélni, meg hát igen, ahogy mondod, mindenkinek egyformán COVID, a COVID pont ma, ma hívott fel egy zenekar, hogy hát, igen, van az a novemberi dátumunk hozzátok, és hogy elég erőteljesen gondolkodunk, hogy megcsinálják-e vagy ne, és végül abban maradtunk, hogy ne. Hát, mondtam, hogy jó, hát akkor Jó, egyedül engedítem. is el lehet jönni, tehát én itt vállalva kockázatot egyedül eljöttem. Tényleg a bolt előtt álltam, az nem gáz, ki van írva, hogy nem vagyok vásárló, de mindegy. Nem, ezt nem, fog, nem fogja tudni senki. <laughs> Jó, Magy okay. és mire az adást meghallgatják, addigra meg már mindegy lesz. Jó, okay. úgy, hogy... Jó. Ö, akkor kicsit ilyen, ilyen sablon kérdés, ugyan, viszont kíváncsi vagyok rá, mert azt is most memorizáltam, így, hogy minden négy éves az utolsó ez. Ez, na figyelj, nálatok az azért ez az, az elég hosszú idő. Nem? Igen, nem nem ez a leghosszabb Benni. idő, tehát a, a, az én zenész pályafutásomból, hogyha főleg még egy CD-t is ide számolunk, ott azért még a lelkes duha ifjúság ugye évente, két évente még ugye robbantott egy nagy lemezzel, aztán szépen átsúsztunk ebbe a három éves intervallumba. De abban mindig ben volt egy énekes váltás is. Tehát az ugye nagyon fontos dolog, hogy, hogy azért, amikor eltelnek ilyen, 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 ilyen hosszú idők, akkor abban általában mindig volt valami tagcsere. Főleg az énekes váltás. Ugye jön az új énekes, először megtanulja a programot, akkor utána kezdünk el együtt dolgozni, utána kezdünk el új irányba fordulni. Hát ebből lesz egy új lemez mondjuk három év alatt. Tehát mi kezdünk így nagyon belassulni most is egy ilyen, egy ilyen óriási csúzdába kerültünk tulajdonképpen, és hát igen, tehát itt szembesítettem a többieket pont nem régen, hogy azért itt már négy év eltelik lassan, ami amit szintén nem tűnt fel, tehát a 2016 év végén jelent meg ugye a Fifth House, az ötödik kadavereszlemez, ami már lehetett volna amúgy 2017-es is, csak most én valamiért oda bepréseltem még ezt a december, vagy bepréseltem ugye decemberre, és Utána mondjuk 18-ban lett egy DVD-nk, aztán tulajdonképpen 19-ben lett, ö, lett ö, mondjuk egy akusztikus DVD, ami egy, egy visszanyúlás ugye, a demoderáizálnál, mm -hmm. és hát ugye 2019-ben meg azért tulajdonképpen megszületett egy kis lemezünk, ö, ami már az új énekessel, a Zsolttal készült előzeteset tulajdonképpen ö, a nagy lemeznek, ami. ami nagyjából most már készülő félbe van. Mindenképpen az új énekessel jöttünk elő ezzel a két számmal, tehát az fontosnak éreztem, hogy megmutassuk, hogy valójában a Cadaveres az Cadaveres lesz, mert akkor már nagyjából kész volt ez, a, ez az öt számos rep ep -nk. csak nagyon nagy butaság lett volna ott a tagcsere után kijönni egy ilyen rep ep vel Tehát akkor egyért, így is egy csomóan azt hitték, hogy most ez az új irány, erről készültek kritikák, készült még egy videoblog is, mindegy, tehát nem győztük lenyilatkozni, nem győztük elmondani minden platformon, fórumon ezt elmondtuk, hogy ez egy kirándulós lemez vendégekkel haverokkal lehet, hogy persze hibás volt, hogy Kadaveres név is rákerült tök mindegy aki egy picit is olvas utána, a szerintem képbe kellett volna, hogy legyen, de ezt megelőzően direkt kihoztuk ezt a két számos kislemezt. Valószínűleg ez a két nóta ugyanúgy rajta lesz a nagy lemezünkön is, lehet, hogy egy kicsit megkeverve vagy áldolgozva, de azért az irányt ezzel megmutattuk tulajdonképpen. Ez a 2019 és 2020. Tehát azért voltak történések ebben Igen. a négy évben, de az tény, hogy hogy, hogy, hogy konkrét nagylemezzünk nem született. De még ezt el, el szeretném mondani, hogy amúgy a, 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 ez a kétszámos anyag, ez azért is készült, mert nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy nem fogunk már nagy lemezeket csinálni, hanem én két-három számonként fogunk megjelentetni majd lemezeket, sőt, ö, még, még ezt kicsit így meg is kutyulva. Tehát ö, volt egy olyan gondolatom, hogy a két számos kadaveres saját számos anyagot kiadjuk, utána jön ez az öt számos rep, akkor utána kiadunk megint lehet két-három számot, aztán utána csinálunk egy feldolgozás EP-t, ami, amit már amúgy kb. tíz éve ö, így így, így nyilatkozom, és szeretnénk, és így beszélünk róla, de aztán mindig tolódik, és, és elhalasztjuk, és aztán utána megijön egy egy, egy saját számos kis lemez. de szépen lassan rájöttünk, hogy hogy ez meg még inkább nem működik. Tehát ez így lehet, hogy egy jó gondolat volt, és ezt persze analóg formában is kiadni CD-n, és borítót gyártani hozzá, de, de se nem rentábilis, se nem lehet úgy, kihozni és árulni, hogy tehát már gyűjtők is azért egy két számos anyagra azt mondják, hogy hát határeset, nem fognak 6-7-800 forintot mondjuk adni érte. Mikor Not egy csin. nagy mondjuk egy 1000 1500 szívesebben kifizetnek, és így teljesen érthető. Azon kívül az újságok se foglalkoznak úgy egy két számossal, vagy be se kerül sehova, se nem, 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 nem egy kritikai szintet se érint meg. Tehát egy nagy lemez az mindig nagy lemez marad, és sajnos erre rá kellett most ebbe az elmúlt egy-két évben döbbennünk, hogy, hogy vissza kell állnunk erre. Azt is már elmondtam egy pár helyen, hogy ettől függetlenül én most továbbra is azt érzem, és ezt megbeszéltük a többiekkel is, hogy, hogy ez a hatodik lesz a Cadaberesnek valószínűleg a legutolsó nagylemeze. Tehát ettől függetlenül, hogy ezt most mi össze fogjuk rakni és megcsináljuk, nem nagyon hiszem, hogy, hogy az elkövetkezendő három-négy évbe mi újra majd így nagylemezt fogunk csinálni. Tehát lehet, hogy lesz majd még egy-egy nótánk itt ott digitálisan, lehet, hogy a Deezeren, a Spotify felületeken, vagy éppen egy-egy feldolgozás, de, de annyira nem ilyen irányba mutat, sajnos hozzáteszem, ez az egész zeneipari rész, ez a kiadás, a stúdiózás, ez az egész dolog annyira megváltozott, annyira teljesen mást mutat, mint mikor most elkezdtünk egy CDT-vel egy lemez, az első lemezfelvételünket 90 Hétbe, és akkor ez, bezárólag ugye az utolsó nagy lemezünk, egy 2016-ban egy Fifth House, tehát olyan sokat változott minden, és már a 16-hoz képest is itt 20-ig már annyi, annyi, annyira átalakult minden, hogy én, így, nem, ezt így lehet, hogy, lehet, hogy a nagy, zenekarok nem, nem, tudják elengedni, még nem is szabad nyilván elengedniük, és ott van egy, egy bakelit, ott van egy CD, ott van ez az amaz, de én úgy gondolom, hogy az ilyen kisebb zenekarok, mint mi is vagyunk, ezt egyszerűen ne, nem, tudják sem megfinanszírozni, se nincs nagyon értelme. Tehát annak a szűk két-háromszáz embernek, aki, aki, vár egy kadaveres friss nagylemezt, és szeretné birtokolni otthon, betenni a polcra CD-n, annak már ezt nem tudjuk mi megvalósítani olyan színvonalon, ami ennek én azt mindig is szeretném. Tehát ugye mi azért mindig egy kicsit fölé próbáltunk lőni, tehát ezekből a otthoni home megoldásokból tényleg minden sértés nélkül mi, mi sose vettük ki a részünket. Nekünk nem volt soha elég az, hogy otthon megcsinálgatjuk, vagy felvesszük egy dobot, egy éneket, egy kis szobába, és akkor valamilyen módon ez megszólalva jó lesz az, milyen jó, csak 20 forintba került az egész. Mi azért szerettünk volna mindig ö tényleg olyan helyekre és olyan emberekkel együtt dolgozni, egy szuperszájzba, vagy, vagy, tényleg a Vargazolival, vagy akármi, mindig próbáltuk tartani ezt a színvonalat. Nagyon nagy szükségünk van énekproducerre például, vagy egy külső fűre, mindig is szükségem volt. Tehát én, én azért az a fajta dalszerző, szövegíró vagyok, vagy ha, ahogy fogalmaztál egy jó, jó próbálja összetartani, vagy menedzserni ezt az egész zenekart, Aki azért, akinek számít azért egy külső fül, aki, akinek az egója nyilván nem nő fölé a produkciónak, és, és főleg, hogyha ez a, egy olyan szakemberről van szó, elismerek, és egy csomó minden jó dolgot már letett az asztalra, akkor én bármilyen kritikát szívesen fogadok, és nyilván olyan irányban mi tudunk változtatni számokon, és valószínűleg azért is érzettem mondjuk még négy év után is egy Fifth House lemezre, hogy hú, ez milyen tök jó. Abszolút, pont ez beszélgettük adás előtt, hogy sokszor van, amikor úgy érzem, hogy kicsit felpontoztam a ezeket igen, itt majd biztos lesz a komment szekcióban, aki megjegyzi, hogy elég gyakran, de, de amikor úgy visszahallgatom pár hónap elteltével, vagy pár év elteltével, akkor mondjuk itt tök jó töltött, hogy igen, ezt még, még lehet, hogy még talán picit nem is pontoztam felül, hanem inkább, inkább lehet, hogy még egyel többet érdemelt volna. De egyébként jól érzem, hogy kicsit ilyen idegenül érzed magad most 2020-ban ebbe a zenei világba, ebből a szempontból? Nem, én kicsit inkább azt érzem, hogy egy, hogy talán úgy néha, hogy így, lemaradtam. Tehát nem, nem bírom lekövetni. Én, én, én mindig ilyen napra késznek éreztem magam, és így tök jó, így, így tudtam így az ászlót fogni elő egy zenekar élén, és akkor így tényleg meneteltünk, és olyan egyszerűnek tűnt minden, hogy koncertezünk, mentünk a kis barkasszal, elmentünk tök jó stúdiókba, HSB stúdióba, meg ide-oda, felvettünk szuper arcokkal, szuper lemezeket, és akkor ezt így lehetett kapni boltokba, meg, meg írtak Havonta 50 levelet, és akkor én arra visszaküldtem a CD-t, és ez ilyen, ez ilyen annyira jó, jó, jó flash volt ez az egész, így visszagondolva. És most ez ahhoz képest meg elég idegen tőlem. De nem azért, mert 80 éves vagyok, meg nem azért, mert most én ne tudnám ezt az egészet lekövetni, valamilyen szinten le tudom követni, csak mindig azt érzem, hogy le vagyok maradva két lépcsővel. Tehát ez olyan, mint mikor megjelent a ivív a, az, az után a, a Facebook, amitől kicsit idegenkedve, de hát hát jó, hát akkor regisztráljunk fel, persze később. Tehát már mindenkinek Viszont. volt Facebook profilja, meg minden zenekarnak már volt 1500 lájkja, amikor egyszer csak a Cadaver mondjuk megjelen és akkor most meg már, más más ez béna, most már Insta. Tehát, hogy, de azt meg már nem értem, meg nem érzem, tehát nem értem, hogy az mitől lenne jobb, biztos jobb, de... Egyébként ezt nekem azt, lehet, hogy hülyeséget fogom most mondani, nekem ugye mondták, hogy már egy ugye egyszerűbb, koncentráltabb, és hogy ezáltal ugye valamilyen szinten jobb is, meg főleg ugye a fiatalabbak, most így, igen, így, így Laci mosolyog ezen főleg a fiatalabbak egyébként jobban érzik de én például mostanában legotthonosabban amúgy ott vitteren érzem magam mert na az tényleg koncentrált tehát ott aki akar főleg egy rövid videót vagy fotót, de egyébként a javarészt az csak egy poszt ez jó, meg, meg, meg biztos hogy izgalmasak ezek így, főleg akinek tök sok ideje van és nem félti a szemét hogy, hogy nyomkod egyfolytába, jó, vagy nem szemüveges ugye mondjuk csak akkor tovább, tovább lépve ugye az a kérdés, hogy most akkor már zenélünk, oké, okay, de ennek zenélünk, ennek a kis telefonnak, hogy a Facebooknak, az Instának Tökéletes zenélünk, a oda kell már megfelelni, oda gyártjuk a spotokat, a, a, a fogyatékos kis koncertajálókat, meg az ilyen-olyan digitális videókat, tehát hogy most már csak oda tudunk koncentrálni. onnan próbálunk meríteni közönséget. De ez persze nem így van, mert én, én mindig örömmel látom, amikor mondjuk így közlekedek, és a akkor ugye nyilván a gyerekkorom legszebb pillanatai, mikor két bekevert vadásszal, zenekar tagjaimmal izé plakátolunk, és megyünk Fehérvárról Dunajvárosba, meg Érdre, meg ide-oda, meg közben vigyék, meg jönnek Győrből Aurora plakátokat ragasztanak, meg minden, és akkor mondjuk ma is látok Velencén kiragasztva pokolgép plakátokat, hogy lesz Fehérváron, meg van azért tankcsab is, tehát hogy, hogy azért látod, tehát azért az old school helyzet, a módszerek, azért stabilan be vannak betonozva. Tehát a pokolgép mindig úgy érzi, hogy ki kell plakátolni, tehát ők nem tudnak ebbe gondolkozni, én ennek örülök. Nekünk is ez szerintem néha lehet, hogy hogy nem biztos, hogy jó irány volt, hogy csak ebbe kezdtünk el nagyon gondolkozni, megszűnt, megszűnt a plakát, most is ugye én még azért tartom azt, hogy fú, kell, kell plakát, de ugye mondjuk a klubos nem tartja, mert azt mondja, hogy hát ide, ide ne 50 plakátot. Mert... Hát mi, mi, mi ezt úgy csináljuk, hogy valaki nem küld plakátot, akkor csinálunk mi. De legyen kint legalább az 50 darab, pont ez. De mikor mert... és az ajtón a, sincs kint az aznapi koncert, az gáz. Akkor, akkor te mit vársz, és akkor persze azt mondja a tulaj, hát ti nem csináltok reklámot a Facebookon magatoknak. Tehát, hogy érted, érted hogy már Hogyne. viszünk magunknak erősítést, hát színpadot is végül is vihetnénk lassan mások helyre, tudod, viszünk fényeket, viszünk saját technikus, most, még mi kifizetjük a helynek a biztonsági emberét is, tudod, még jegyet szedek, viszek saját karszalagot, én még hirdessem meg a izét, ha profi vagyok, lejövök mondjuk plakátolni, vagy elmegyek ide oda amoda, tudod, és akkor utána, ha ennek ellenére kevés ember van, akkor hát szar az enne, vagy tehát, tudod, tehát, hogy így, persze, persze, ez nagyon-nagyon átalakult, és akkor ez, erre mondom azt, hogy hogy nem feltétlenül tudom ezt lekövetni, és akkor itt lehet, hogy tényleg valami olyan szintű ö, probléma van, amit én nem fogok megérteni, meg nyilván most se fogjuk tudni mi megfejteni. Hát hogy igen, nyilván, viszont azért nem árt beszélni róla, mert hogy lehet egyébként, hogy. Persze, va -va, csak ez van, egy, aki van, aki nincsen vele ki. Ez egy nehézség, és akkor igen. itt vannak azok a nehézségek, hogy, hogy, oké, persze, csináljuk a zenekart, 12-15 éve, hú, de jó, biz nyilván egy csomó élményt ad, feltölt, imádjuk a zenét, stb. 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 csak mikor mikor eljutunk pontokra, amik, amik, mindig meg kell ugrani, mindig meg kell ugrani, és ezt is meg kell ugrani, és akkor, akkor már most már ez, mi, mi, a célunk ezzel, tudod? Tehát, hogy most... hát igen, meg ugye leginkább az, amit mondtad, hogy akkor most már Facebook után itt az Insta, hogy én is bizony szoktam kérni egy, egy nagyon kedves barátomnak a segítségét, aki ugye kifejezetten ebből él, meg ilyenekből él, hogy mondjuk reklámokat állít be optimálisan, igen. és így mondtam, hogy jó, figyelj, én ezt nem, nem tudom. Tudom, de nem tudom. Tehát, hogy így, így mondja, hogy mert figyelj, most erre a bulira, erre most ráállítani ezt, vagy azt. De mondom, honnan tudod, hogy mit kell ráállítani? Hát úgy megnéző, hogy, hogy indul a hirdetés, és max kalibrálja meg így. Nézek rám, mondom, mit csinálsz? Hát ilyen, Tehát, hogy én, én, én ahhoz értek, hogy előveszem a naptárt, és úgy kötöm a bulikat, hogy senki ne csúszson rá a másikra, és mindenkinek jó legyen. Egyszerűen így, így, mondtam is, hogy én, és persze, akkor majd lehet, hogy majd valaki mondja, hogy na hát azért 33 évesen ne legyek már boomer, ugye, most trendi szöveget nyomjunk, de akkor is baznak. Egyszer nem. Tehát nem, nem tudom. Inkább van egy ember, aki beállítja a hirdetéseket úgy, hogy jó legyen. Na mindegy, hát ez, 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 ez tartozik most már, ez hozzá tartozik ehhez, és akkor ebbe kell lavírozni egy ilyen zenekarnak is. Úgy, hogy, hogy nyilván az ő korosztálya, tehát ugyan nekünk a fő nehézségünk, hagyján az én korosztám, akik tehát így nagyjából eltűntek a bulik nagy részéről. Most persze van egy ilyen, van egy ilyen hullám, amikor ugye egy ilyen nosztalgia hullám előjött, és akkor összeállnak ugye a régi zenekarok, nyilván észrevette, nagyon izgalmas minden 50 évesnek újra koncertezni, 30 év után lemezt kiadni. Mert örülünk, mert, mert az 50 éves újra gyerekké válik, mert mondjuk felnőtt a fia, meg elvált a feleségétől, meg ugye vannak ezek a helyzetek. Vagy még újra zenélünk is, de jó érted, az oké, okay, de hát ez minket persze nyilván nem érint meg ez a, ez, a, ez a nosztalgia faktor. Akkor ugye a fiatalok nagy része tényleg akkor ott van mindenféle Instagram, Facebookon, azt nyilván be tudja táplálni a fiatal zenekar generáció, akik tényleg tök jók és van belőlük bőven elég. Csak hát akkor megint egy elég üres térbe kerülünk mi kb. konkrétan, mert azért ha, ha végig nézzük a, a azt a fajta zenét, amit mi csinálunk, vagy képviselünk tulajdonképpen 15 éve, akkor arra rá kell döbbenni, hogy kb. azok a zenekarok nagy részben, akikkel mi együtt elkezdtük, azok már rég nincsenek sehol. Igen. Tehát a mi esetünkben a legnagyobb dolog az, hogy egyáltalán még létezik egy kadaveres, még itt tudunk lenni. A, a maga a zenekar is oké, okay, hogy, hogy sajnos megvannak a lépcsők, és újra kell építeni 5-10 évente mondjuk teljes mértékben, tehát, hogy ez is egy rohadt nehéz dolog, hogy, 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 hogy csak mindig oda keveredünk, hogy pár jó lemez után egyszer csak pont egy, egy nagyon fontos, a zenekar élén álló énekes mondjuk azt mondja, hogy na jó, van nekem ez itt elég, és érthető, érthető a, a, a rengeteg koncert, ami, ami, nem mindenkinek hozza ugyanazt a sikert meg, mert mindenkinek nagyjából van elképzése, hogy ezt miért csinálja, vagy mi, mi, az, ami, ami, amit vissza ettől, vagy visszavár ettől, Valakinek ugye nyilván a pénz is számít ebbe az egész dologba, hogy szeretne egy idő után már azért valamit legalább viszont látni, nem az, hogy csak beletesz 800 ezer forintot cintányérokba, és akkor hú de jó, akkor ezt megint szétverem két év alatt, akkor megint beleteszek. Tehát ez tök aranyos tudod, csak az egy idő után már ez így fordul. Vagy mikor otthonról ugye azt a a, az, azt, az, azt az elköszönést kapott, hogy jó, aranyos vagy, hogy megint elmész, a gyerek az itt péntek-szombaton, nem látlak, de hát most, ha hazahozol valamit a konyhára, az legalább egy kicsit tompítja a fájdalmát mindenkinek, Igen. de nem hozol haza, sőt, még forgassunk egy klipet, mert akármilyen ócska-vaca klippel azért nem állhatunk most már ki, érted, de akkor az is azért nem olcsó, tudjuk jól, a cuccok nem, egy stúdió, hát húha, tudod, na akkor most akkor már mit, csinálunk? És akkor ugye, hogy ha, ha nem úgy működik ez a dolog, hogy, mert lehet, hogy nekem személy szerint azt mondom, van egy 80 fős buli, tök jó hangulat, működik a dolog, eladunk három pólót, én azt mondom, ez, ez egy jó kis este volt. De hát erre lehet, hogy a tízenézből kilenc azt mondja, hogy nem, hát ez egy gagyi este volt, tudod. 15 év után ne haragudjál már, hát ennek így milyen értelme van, és akkor itt van az, hogy a feladás Egyre többen ugye feladják, morzsrodnak le, tűnnek el, ö, új, új álmok után néznek, új zenekarokkal, új zenével próbálkoznak, de persze ott sem fog megtörténni a nagy csoda, a nagy áttörés, hiszen ugye azért csak itt vagyunk, ahol vagyunk. És akkor töltődj fel egy rossz buli után, éld meg újra, akkor végre van egy jó buli, akkor azzal jó, mert azzal el lehet evezgetni két hónapig, bármi is történik, tudod, akkor azzal jó visszagondolni, jó, ez szar volt, de, de két hónap előzött az a buli 400 ember volt, és így ugráltak, és tudod? Igen. És vettek végre 15 CD-t, tudod? Mert még úristen, még mindig kell valakinek CD, milyen jó. És akkor a kis ezzel el van két hónapig, de aztán megint egy-két buli olyan, akkor nem olyan, nem baj, tudod? Tehát ez egy ilyen, az egész egy ilyen nagyon-nagyon izgi utazás, csak hogy ezt meddig lehet így csinálni, tudod? Mert még azért nagyjából mindig az a szitu, tehát hogyha le, leegyszerűsítem, hogy, hogy ülünk a barkaszba, nyolc defekt után, tudod? Két motorcsere után, már az üzemanyag kezd azért fogyni, de még azért nyomod azt a kurva gázpedált, csak azt tetted, csak hátranézés már kb. egyedül ülsz a barkaszba, tudod? Érted? És az utolsó ember így integetve az alig járó autóból még eldobja magát. Szóval így, tehát azért vannak néha ilyen helyzetek. Ugye, ha már Barkas meg nosztalgia, meg egy előbb említett a összeállásokat, meg ilyeneket, kikerültetlen kérdés, ha már ugye mondtuk az elején, érinthetjük a témát akár. Ti nem gondolkodtok az, hogy mit tudom én, ti is csináltak egy kadaverezt, de tortugász nosztalgia bulit? Én tudom, tudom, egyébként, hogy te azért elég konzekvensen a kadaver ezt úgy, hogy előre tekintve, meg, meg ugye azért megküzdöttél azért, hogy ezt a zenekart ne úgy, erre a ne úgy tekintsenek, mint annak az utód zenekarára. Igen, de, a nyilván utód zenekara, meg nyilván a, a zeneisége is teljesen egy törről tehát én Beszé. azért nem, volt, nem, voltam az, aki szánt szándéka más irányba kezdtem volna el elvinni. Én azt mondtam, ami jön, azt csináljuk újra tovább. Nem, nem, nem nagyon. Tehát egyetlen egyszer volt ö, ilyen jellegű gondolatom. Ö, majd most nem is sokára meg is kis reklámot csinálunk ö, a módnak. A moodnak mood volt ugye a Barban Egrás bulija, és én ott megmondom őszintén, akkor először és azóta is, ö, vagy azóta se, de én akkor ráírtam a, a Sanyira, hogy, hogy mondom azt el tudnám képzelni, hogy van ez a moodbuli egyszeri alkalom, összeálltak, és mondom, csak kéne egy jó előzenekar érted, és mondjuk egy, egy fél órás CDT. De a többiekkel erről egyáltalán nem beszéltem, ha nyilván olyan pozitív lett volna az ő válasz, hogy na, miért is ne, akkor, akkor, akkor nyilván, még akkor sem biztos, hogy összejött volna, sőt, ahogy a, 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 nagyjából a zenekar egészét és tagjait ismerve nem valószínű, hogy összejött volna, de mivel már ott megbeszélték, hogy ők ezt úgy képzelték ezt az estét, hogy csak róluk szól, és csak ők vannak ott, és csak egyszer, és ennyi. Nem is volt ez a dolog tovább kérdés már. Én nem mondom, ott, itt, itt, itt egyszer így, ha lehet, hogy mondani, elbizonytalanodtam, hogy mondom, azt ugye el tudnám úgy képzelni, tudod, hogy akkor mi ott egyszer úgy előzenekarként feltűnjünk. Nem tudom. Szerintem mind a négyen félnénk attól, hogy, hogy az nem úgy sül el. Tehát ugye ö, ha a végét ugye nem nézzük, akkor volt, volt, itt rengeteg tök szép jó év, sikerek, van egy versus lemez, ami, ami, azért én még mindig azt mondom tényleg, hogy, hogy nagyon sikerült föltenni a mércét, tehát ugye hazai viszonylatban 2004-et írunk, 16 évvel ezelőtti anyagról beszélünk, de még mindig azt mondom, hogy azt azért még mindig be lehet tenni egy CD lejátszóba, már van, és Na most ezután egy ilyen kicsit megfáradt, kopaszodó bácsik fölmennek a szín, tehát én tudom, mindig félnék. Tehát, hogy nem feltétlenül kéne ezt az egészet. Tehát olyan jó ez a kicsit homály, kicsit titokzatosság. Mi lenne, ha érzést, ugye, de... de... Szerinted ez a saját magad mércének nem felelne meg, vagy a közönségének? Mert azért... Hát a, figyel, is a, is. A, de oké, okay, de figyel, azért a kettő nem biztos, hogy egy, egy hát, szinten van. Akkor is is is, tudod, azért lehet, hogy, hogy mi ez tényleg így nagy nehezen, tehát valami nagy csoda folytán összeállni. Még egyszer, ismerve a többieket, nem valószínű, tehát uh, nyilván mi azóta beszélünk, kommunikálunk valamilyen szinten, majdnem mindenkivel a zenekarból. Uh, nem, nem biztos, mondom. De de, de, de tudod, azt, hogy most így belemennénk ebbe, összeraknánk, foglalkoznánk vele, tényleg azt éreznénk, hogy na, ez aztán most tök póver, mert azért póvernek kell lenni. Tehát abban persze. minden téren jól működik, és akkor és akkor... Keresnénk hozzá valami hely, hely, helyet vagy helyzetet, és ha az nem úgy sül el, és én biztos, hogy aranyos lenne ott az 50 haveromnak, érted ott így játszani, de, de lehet, hogy ez egy csalódás lenne. De itt megint az van, hogy, hogy, hogy ki mit várna ettől, tudod? Kinek mi a csalódás? Lehet, hogy nekem az 50 emberes buli az egy jól elsült valami lenne, tudod, mit tudom, hogy Esztergomba, egy ilyen nosztalgia este, és tök aranyos lenne, mindenki jó, egy boldog jó, jó lenne. Egy fesztiválon például. Na igen. És akkor mindenki boldog lenne, mit tudom én. De lehet, hogy valaki meg nem úgy érezni, hát, hogy azt érezné valaki ennyi év után, hogy ott 500 embernek kell lenni, és ha nincs 500, akkor, akkor, akkor csalódás. Nehéz, ha nem úgy igen. szólal, meg, megint csod. Nem úgy tört, nem. Tehát, hogy ez már ilyen nagyon lelkis dolog, és, és azért nem is piszkálja szerintem senki visszazökkenve a kadaveresszel, ugye mondtad, az, az kicsit az így szíven ütött, hogy lehet, hogy a következő lemez lesz a kadaveresznek az utolsó lemeze. De akkor azt hogy kell elképzelni? Megcsináljátok a lemezt, megturnéztatjátok, a zenekar azt nyilja, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, hogy pedig ennek a zenekar marad. Nem, hát a megturnéztatás, tehát, teh teh igen, tehát itt megint csak azt mondom, hogy ugye régi időkben hogy történt? Fú, a kedvenceid mit csináltak? Két évente mondjuk a legrosszabb a három évente lemezt csináltak, a világot egyszer körbejárták, és utána Stúdió lemez, és akkor ez így gyönyörűen ment. Na most a mi esetünkben ez úgy történik, hogy mi ezt utána négy éven keresztül túrnéztatjuk, ahogy ezt is látott. Tehát, igen. hogy nagyjából ez így működik, igen. Tehát én ezt úgy képzelem utána, hogy, hogy ahogy látom. Tehát, ugye most megint azt mondom, hogy a következő három-négy évre előre gondolkozva, mit látok én? Tehát, most, ha borussan festem fel a, a, víziómat, így az egész dolog a kapcsolatban, akkor az van, hogy megjelenik egy lemez, minimális példány szám, ugye szépen valami szuper csomagolásba el kerül emberekhez. Jó esetben a médiamákban meg lehet venni, meg egy-két ilyen Té tényleg szuicid hajlamú lemezboltos még ugye árulja, mert, mert sajnos, tehát ez is egy probléma, hogy ugye az ilyen magamfajta emberek meg nem értik, hogy hogy történt az meg, hogy mondjuk már lemezboltok vidéken szinte nincsenek. Hát nekünk is azért, azért van, mert ugye a, 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 a munkája, igen, ilyen. ott a könyves volt, és emellé beteszik a CD-t, de a CD-ből önmagában nem, hogy az alkalmazatokat nem tudnám kivizetni, hanem valószínűleg a rezsit sem. Ilyen. Annak ellenére, hogy egyébként nem produkálunk rossz fogyásokat, sőt, szerintem ahhoz képest, 2020 ban nagyon jó fogyások vannak, de mégis azt mondom, hogy de ez hát igen. Na jó, de szépen lassan, ugye, most, hogy csak Fejérvári viszonylatban nézem a média mákt, amikor egy jó kis rocker haverom dolgozott ott, akkor elég komoly CD osztály volt, aztán szépen lassan most ott tart, hogy ugye az egy sor hard rock és heavy metal lemezből lett félsor, aztán most már kb. 34 centire van összesűrítve éppen az aktuális hammeres kiadványok nagy része, mert ők még gondolom próbálják pumpálni beléjük az életet, de ott, ott már egy, egy Rammstein lemeszt nem tudok megvenni Fehérváron, tehát tudod, az, pedig most az, azért az nem hiszem, hogy a gagyi kategória már olyan téren, hát. hogy el, eladhatóság kapcsolatban. Na mindegy, szóval, tehát szépen lassan, ugye mit, mit történik? Vidéken a hangszerboltok mellett már ugye a CD-boltok is kb. megszűnnek szépen lassan. Mi a helyzet a klubokkal? Tehát most azért ez a klubélet is azért azért mondjuk ki. Tehát így azért magyarországi viszonylatban, hogyha fognál egy kis kockás füzetet érted, akkor kb. a feléig tudnád teleírni. Tehát, hogyha én nagyon akarnék évi 50 koncertet, hát már az is bajba lennék, hogy én egy kadaveresz 50 helyre el tudok-e menni egy évben. Főleg úgy egyébként, hogy pont ma néztem így körbe, hogy ki az, aki jelen helyzetben mondjuk még próbálkozik és nyitva tart, uh -huh. és az megdöbbenve látni, hogy a kluboknak kb. fele két harmada bezárt. Na, igen. és, van, aki mondta, hogy gyerekek nem a Covid idejére, hanem én, én nekem itt a idejére. Igen, én is azt. Mert, mert ez, tehát, hogy már minek, tudod? Igen. Tehát ez az, ami, ez, ez az, amiről nagyon sokat ugye lehetne beszélni, hogy hogy tényleg ugye, lelkes az ember, nyilván szereti ezt a műfajt, fú nagy, csinál egy izét, egy, egy, egy ilyen színpad, vesz hangosítást jó esetben, rossz esetben még az sincs, mindegy, de legalább ott ő Igen. biztosítja a helyet. Számolva azzal, hogy szétrugják a wc összehányják a klubodat, amit te fogsz vasárnap reggel összetakarítani, még esetleg megvernek valakit, kívják a rendőrséget, hangos, ugye a szomszéd már telefonál, Persze. izé, mindenki őrjön, az idegtő, tehát egy ilyen totál nyomás alatt tartva téged, azért ennek te ugye csinálod ezt pénzed van belőle, Kérdél. semmi, sőt, még ugye mínuszos is vagy, akkor bérleti díjuk, hol vannak, Csillagoség, tehát akkor így, így most már érted, tényleg az van, hogy. Na, tehát akkor megszűnnek a klubok szép lassan, vidéken biztos. Pesten nyilván, hogyha van egy-egy jó klub, egy-két külföldi buli, mert akkor azért az a van igény, hiába van havonta. 30 darab koncert, úgy látszik, hogy ez működik. Tehát egy fővárosi viszonylatban nagy része A azért. 2 milliós város, persze. Így van, meg ugye vidékről is, nyilván igen. megyünk fel mi is, közelből mindenki, tudod. 2 hanem... milliós város, 8 milliós vonzás körzettel. Ja, ja, na most ott azért ez működhet. Úgyhogy ha visszakanyarodunk az eredeti kérdéshez, akkor én nagyjából azt látom, hogy igen, tehát megjelentetünk egy nagy nagylemezt, az azért fontos, mert van új énekesünk, fontos nekünk, hogy tudjunk új számokat játszani ez egy jó érzés lesz, hogy a négy év után végre egy tök jó lemez fog megjelenni. Onnantól kezdve lesz egy-egy koncertünk, néha vidéken, néha Pesten, aztán megint Pesten, aztán megint Pesten, valószínűleg. És úgy nagyjából ennyi, ennyire lehet számítani. Ez a jövőképem a, ezzel az egésszel kapcsolatban. Nyilván lesznek videóklipeink, én amúgy nagyon-nagyon szeretek videoklippeken dolgozni, rettentesen imádok kitalálni sztorikat, dolgozni azokkal. Látod azért, van egy csomó klipünk, ez nagyjából mind saját ötlet alapján készülnek. Hát, és akkor úgy szépen, lassan így ezzel el leszünk, szerintem megint a következő négy évbe. De olyan, hogy, hogy ezután még egyszer egy ilyen erőn felül lévő dologba belemenjünk, és ezt így összehozva, rajtam kívül négy emberrel, ö, rengeteg kompromisszum árán, valahogy úgy terelgetve ez a zenekar, hogy még mindig tudjon működni, hát nagyon nehéz ez most már. Ugye? kettő dolog is eszembe jutott, csak nem tudom, hogy melyik irányba vigyem először, de inkább a komák, klubok, minden. És ugye mi a helyzet a fesztiválokkal szerinted? Tehát ugye most a, a klub térké brutálisan át fog alakulni, ez teljesen egyértelmű. És fesztivál szinten szerinted mi lesz a, most? A, a fesztiválokkal szerintem a most arra, arra gond, hogy mondjuk jövőre mi lesz? Hát akár igen, meg, meg egyébként is. Igen, hát a, a maga a fesztiválozás az egy, szerintem az egy ilyen, most egy ilyen jó működő valami egy ilyen divatos sztori, ugye tudjuk, van fesztivál nadrág, póló, fesztivál karkötő, hajpánt, fesztivál ital is van már, tudod, vannak pólók, tehát ez egy tök nagy biznisz lesz, a fiatalok nagy része nagyjából kiéli magát egy fesztivál három napja alatt mondjuk, az egész éves rock and roll, az most mindent, hogy most diszkóról beszélünk, és DJ-k játszanak, mert nagyjából az azért jobb irány, mert ez egy egyszerűbb műfaj. Tehát arra senki nem kíváncsi, meg, ugye ott a másik dolog, hogy fizetőképes kereslet inkább azon az oldalon van, ugye, akkor, tehát akik szervező, az mit fog csinálni, inkább azt az oldalt erősíti, mert onnan Igen. többet tud kivenni. Mert a fesztivál szervezőknek a nagy része tisztelt a kivételnek nyilván semmi másról nem szól, csak hogy egy rohat nagyot hasítsanak. Tehát szerintem ezért ez egyértelmű. És akkor most már van óriás kerék is, meg, meg tudjátok, tehát hogy ez egész egy ilyen háromnapos ilyen vursli hangulat lett, de azért most azt megjegyzem, hogy egy, egy Hellfest vagy egy, egy Grasspop fesztivál is már nagyjából ez az irány, tehát ahol a freak kezdve a, a, minden van, és akkor ez egy ilyen, tényleg egy ilyen tömény, szín, tehát hogy már öt színpadon ötven darab olyan zenekart kapsz, a pénzedért, ami elképzelhetetlen. Tehát ez tényleg ez frenetikus. Régen mi volt? Volt egy jó esetben egy vagy két ismert nagy név, már azon el, ami amiatt elmentél a világ végére, meg mellette látta lehet, hogy 10-20 olyan feltörekvő zenekart, aki később lett valaki, és örülti, hogy láthattad őket Na most Magyarországon szerintem az még nagyon aranyos tényleg, hogy egy, egy, mondjuk egy rockmaraton az kitart, és egy hét fú, csak metál, és nagyon jó, hát ez a legjobb mindenkinek, márhogy hogy magam Hogy de ők egy és, egy és egyetlenek maradnak ebbe, ha maradnak, tudod? Tehát itt is ugye Igen. már vannak kérdések, hogy, hogy szintet tudunk-e lépni, fel tudunk-e tenni már egy komoly nagyobb, nagy nevű zenekart olyan igényekkel, amivel már ők ide érkeznek, hiszen ő az a zenekar, most mindegy, hogy hogy milyen gyümölcsöt szeret, vagy hogy töri ki a bokáját. Tehát ő már, tehát érted, hogy mire célzok? Arra célzok, hogy azok az emberek, akik most már lassan 60 évesek, ők 35 éve olyan színvonalon és olyan helyeken és annyi embernek koncerteznek. Tehát ő neki most már Érted neki ez, hogy nem volt minden áron fontos. És... Hogyne. Hát meg én azt, azt mondtam, pont tegnap beszélgettem egy cimborámmal erről, és kérdezte tőlem, hogy miért nem hívjuk meg XY Magyar Zenekart a mm. Sportalsó Fesztivál, és mondom neki, nem es egyszerűséggel azért, mert, a, mert amit XY zenekar, és nem a tankcsapdáról van szó, az, az XY a zenekar cateringbe meg egyéb plusz dolgokba kér, abban én mondjuk kifizetek kettő közepes zenekart, és felléptetem délután. Mm. És ugye azt mondja nekem, hogy Tényleg, mondom tényleg. És nem akarta elhinni, hogy úgy repkednek a százezrek ilyen esetekben, hogy nem is gondolná az ember. Hát hogy nem meg azért nyilván a külföldek esetében ott e van egy pont, elég pont, komoly szállásdíj. Igen, meg pont ezt akartam tehát... mondani, hogy ott ott mi lehet. Ugye én, én csak klubszinten láttam ilyen zenekarokat, de ott is, amikor azt mondja a zenekar, hogy figyelj, Nekünk itt van a szerzésből, hogy kérünk egy, egy ötszillagos vagy né, minimum négyszillagos szálladába két szobát, vagy hármat, vagy attól függ, hogy mekkora stábba jönnek. Uh -huh. Majd azt mondja neked oda jön, és aznap, vagy előtte a nap közli, hogy figyelj, úgy döntöttünk, hogy a koncert után a nightline megyünk tovább a következő helyszínre. Úgyhogy mi megnéztük, hogy ebbe a szálladába a három szoba erre az egy akár lenne mondok valamit 200 ezer forint, uh -huh. ennek megfelelő eurót adja, és akkor kész. És így ezt nem értettem, hogy ilyen létezik, és most lehet egyébként, hogy a pont valamilyen szerzéses titkot megsértek, de leszarom, mert nem, nem nevezünk nevén zenekart, de akkor is, hogy ilyenek ténylegesen léteznek, és, és, akkor az, és ezt ezt az emberek ezt nem látják. Na jó, ugye de akkor viszont ezt így összekötöm egy picit a, a tehát ugye nyilván a zenekarokkal, összekötöm a, a, a rajongókkal, ott meg ugye a másik véglet sokszor az, hogy ugye nem akarunk megvenni lemezt, letöltjük, így, ja, igen. szétrűk a azt a rockklubot rongyá le alázzuk, ahova tulajdonképpen minden héten szeretnék elmenni, nem akarok fizetni piát bent, mert nem akarok fizetni, inkább kint megiszom. Tudod? Tehát, hogy, és akkor ez, a, ez az egész kettősség, ez, ez mit tud csinálni valahogy önmagát felfalja, tudod? Tehát, hogy ez semmilyen szinten, ha egy evolúciót nézek, ez nem alkalmas a túlélésre, ez Igen. a fajta összeállás. Érted? Tehát, tehát, még... Meg ugye a zenekaroknál is ez a horribilis bekerülési stúdió munkák, izék, nagyon menők vagyunk, akkor tényleg catering, izé, milliós gitár és közben meg ott a a, a a, tényleg nem szól senkit a purutja klubba, a purutja hangosítással, a, a, azok az emberek, akik utána igazából majdnem, hogy meg is dobnak, hogy szarú szól, de ő, ő cd no, ezer forintért, miért vennék CD-t? Hát persze, a másik, hogy mennyi belépő, 2000. Ah, és akkor azért adtok már a vendégbe egy pólót, vagy miért annyi? Igen, igen. Na igen, tehát, hogy Palancsos. akkor most tudod, meg ugye hát klasszikus izé akkor a vendéglista kérdése, tehát igen. És akkor még ezzel még mindig nincsen baj, csak érted, ez az a baj, hogy nem mutat előre. Tehát ez egy olyan műfaj, és ez kicsit bánt engem, hogy, hogy én mindig azt mondom, hogy szeretem megvenni a belépőt tök mindegy magyar zenekarra főként külföldire. nem nagyon tudok ugye kis kaput. tehát nekem, nekem nem jár olyan a jogon, pedig már járhatna, tehát én már minimum kaphatnék egy-két kisebb koncertre belépőt, nem kapok, nem Ó, is kérek. Óvatosan Vörös Gáboros blikcik lett egyszer szegényből. De. Igen, ezért arra céloztam. Na, tehát hogy ö, ugye ugyanezek a lemezekkel. Én a mai, mai napszent izém. Bepötyökve, interneten keresztül nagy örömömre sikerült három új CD-t megrendelnem. Boldog vagyok érted, hogy meg fogja hozni a postás. Támogatva a, a tök mindegy azt a zeneboltot, vagy azt a, a klubot. Most De erre mindegy. persze lehet azt mondani, hogy jó, könnyű neked, mert megengedheted. Nem. Tehát, De... hogy nekem ugyanúgy fáj az 4500 forintos CD, hát, mint ami mindenki másnak. Ez a, ez a megengedheted magadnak, persze, csak mondjuk ez is relatív, mert hogy, hogy ami. Tehát, amivel az azt zik, hogy az embernek több pénze van, az bőségesen elnyeli a zenekart. Tehát azért én szerintem manapság egy zenekart úgy futatni, hogy a mérleg pozitív legyen, azért Hát az, 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 elég ember. Arra fel is néznék, hogy ezt tudja csinálni, mert, mert az, az, nem a mi műfajunk, tudod, meg nem ez a szint. Tehát bár, bár, lehetne följebb lépkedni, de valahogy itt is, itt is kicsit az van, hogy ez a, ez, a, ez a súlytalan. Tehát, hogy valahogy mi sikeresen valahogy addig-addig se kicsit lent, se kicsit fent, kicsit úgy, mindig úgy kikerülünk itt sokszor a látótérből. Lehetnénk lehet viccesebbek, vagy lehetnénk olyanok, akik mondjuk rottú megsértünk valakit, és már izgalmasabbak lehetnénk. De tudod, ez a ez a, mindig, mindig tulajdonképpen mi vigyorgunk, bá, bá, így, így, el vagyunk, tudod, mindenkivel megtaláljuk a hangot, ez annyira nem izgalmas, tudod, szóval, hogy Tudod. Hát igen, mert, igen, mert most mondhatjuk azt, hogy nincs kontent, és ugye sajnos a mai világban ezt pont uh, ugye sajtozom egy, egy kiadónak, és pont amikor az előbb aktuális Grundrekords kiadványra küldtem egy egy portálnak anyagot, és nyugtázt uh, a srác, hogy oké, okay, figyelj, köszi, megkaptam, meg az előző 62-et is megkaptam, de egyszerűen értsd meg, hogy a mai világban az, hogy jön egy új lemez, az nem hír. És akkor mondom, hát akkor mi a faszom híra egy, egy, egy portálnak, és ő is mondta, hogy hát basz meg a bulvár. Igen. Az, hogy, hogy a figurádot megint elkapták, mert az meg füves cigit szívott vezetés közben, az hír, ez nem. Igen. Na és, és, akkor, tehát akkor, akkor, megint csak ott vagyunk, ahol a kérdésed, hogy, hogy mi a három-négy évünk, mi, az egy, az, egy, akár, hogy most nézem, ez egy rövid távú dolog most. Igen. Egy zenekar életében három-négy év, az a nem annyira hosszú távú gondolat, de most látod, én ezért merem kijelenteni, hogy, hogy jussunk el oda tényleg, hogy a kézbe veszek egy, egy hatodik Cadaveres lemezt, biztos, hogy tök boldog leszek tőle, és, és, és utána nem, nem, annyira látom azt, hogy, hogy ennek utána mi, mi, fog történni, tudod? Mi lesz az, amikor én még mindig ott állok? Nyilván ennek oromból fakadóan is, most ezt így zárjaben mondom, hogy nem, mert többször így pedzegettem a többieknek, hogy én szívesen elvezetek ma búzt, meg én árulok pólót, mert azt is imádom így mörcsözni, meg mit tudom, hogy beszélgetek ott így a haverjaimmal, és mondom, miért nem találunk valami kurva jó gitárost, aki tele van még poverre, vannak jó témái, így ugrál, meg mit tudom én, pózerkedik, vagy éppen elkapják füvesztigivel, és van róla valami jó cikk, tudod, vagy tévébe szerepel, tudod, és akkor mondom, lehet, hogy sokkal-sokkal erőrébb mutatna ez az egész dolog, és frissebb lenne, mint hogy tudod, ez az ilyen aranyos izé, hogy jó, hát az öreg ember milyen, milyen aranyos még mindig ott így ugrál, hát tíz éve láttam, utána ugyanaz a hülye, hát ez, Na érted, tudod, és, akkor én néha azért valamikor így megfejtkezem magam, és így fölnézek, és akkor látok egy-két ilyen, ilyen, arcot, akik, nem látok bele a de tudod, néha azt érzem, hogy, hogy így tudod, ó, hát ez csávó, hát nekem ott a család, maradtál volna otthon a francba, érted. De egyébként megcsinálod azt, hogy, hogy hátra lépsz, és ha Igen, igen, igen. Hogyha látnám azt, hogy, hogy ez előre viszi a zenekart, én ezt én beáldoznám magamat erre. Tehát simán. Mert én akkor attól még tudok dalszerző lenni egy picit, ha van egy-egy ötletem, most abból is azért én kifogytam. Tehát most megmondom őszintén, hogy most az, hogy egy kicsit így átfordult a mérleg, én, 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 én megmondom őszintén, hogy valahogy magammal is kritikus lettem, meg, meg nem is annyira működtek a dolgaim viszont Kámi ugye a másik gitáros kollégám az viszont meg teljesen beerősödött köszönhetően mondjuk egy Covid-nak amikor otthon volt és semmi más dolga nem volt de ennek annyira örülök és olyan jó ötletei lettek és, és, és tényleg igazi Cadeveres nóták születtek most így az új lemezhez így örülök. Te. És akkor még magam egy kicsit ez is, az is. Én, én szeretek, mondom, ezt a videó dologgal kapcsolatban egy csomó ötletem van, póló terveket csinálni. Én ezzel amúgy nagyon rájöttem, hogy tök szívesen foglalkoznék amúgy, vagy foglalkoztam volna, hogyha mondjuk lehet, hogy nem így lenne most ez a helyzet, hogy egy ilyen hátsó ember, aki ezeket tervezi, uh -huh. meg mit tudom én, itt csinálgatja, vagy akár... Ja, de mindegy, ez már nem lesz, csak úgy mondom, hogy... Ja ugye, a két számos ről beszélgettünk egy kicsit, viszont a, a, a rap, rapes diről csak, csak érintettük, hogy uh, ugye az, az kicsit ilyen furcsa volt abból a szempontból, hogy ugye maga a műfaj nem furcsa, hogy, 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 hogy ez a, ez a repmetás. Hát én szemben elég hülyén is hangzom, hogy azt ne, nem, hogy furcsa. Uh, Megcsináltak ezt az EP-t, és úgy, úgy jól érzem, hogy, hogy ez embereknél néha egy picit félre ment. Nem igazán tudták a helyén kezelni? Egy pár ember nem. A nagy része az embereknek nagyon jó tudta kezelni, sőt, megmondom őszintén, hogy, hogy meglepő módon, annyira nem feküdtem így rá a dolgokra, meg minden, de sokkal több megkeresésünk volt. Tehát én valahogy azt vettem észre, hogy, hogy a az általunk nagyra becsült, nagyra tartott Fifth House lemez, és sokkal kevesebb kritikát kapott, sokkal kevesebb ilyen nagyon jó kritikát kapott, sokkal kevesebb interjút adtam, kevesebb volt a megkeresés valahogy. Tehát, hmm. hogy tudod, egy picit annál azt éreztem, hogy ja, ja, egy új kadaveres lemez, már az ötödik. Ja, jó szó, ah jó kanóták persze, de hát ezt, ezt megszokhattuk már, és ennyi. Tehát ez a, hoztuk a kötelezőt, tudod, tehát, teh teh, hogy ilyen, ilyen, hát ilyen, ilyen jó lett végül is, de hát ezt már megszokhattuk. Jól is szól, ja, ez a producer, ő, ő, pedig én, jó. Pedig én pont annál lemezni éreztem egyébként azt, hogy, hogy hogy, 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 hogy ténylegesen sikerült meglépni a következő lépcsőfokot. Igen, de, de... mindannyian nagyon így éreztük, és ez nyilvánvalóan egy, egy olyan szintű belső válságokhoz is vezetett zenekaron belül tagoknál, hogy azt azért kurvára nehezen lehetett kiheverni egy-két embernek. Tehát tudod, amikor te is ér... Tehát, hogy én is azt mondom, hogy nagyon reálisan látom ezt az egész dolgot. Legalábbis én, én úgy érzem. Ilyen zenét hallgatok már sok 30 éve. Nagyon sok lemezt meghallgattam. Szerintem úgy nagyjából érzem, hogy mi a jó, mi a rossz. És ezt nyilván át tudom ültetni sajátba is. Mm -hmm. Nem vagyok elszállva. Én úgy érzem, hogy teljesen reálisan meg tudom ítélni az, hogy az adott nótánk az most ez jó, működik, nem működik, évek távlatából is meg tudom Igen. ítélni. A Fifth az azért elég jó lemez lett tényleg, úgy érzem, összességében így elejétől a végéig, tökkerek, színvonalas, és akkor mikor tudod, egy picit se jön ez át, embereknél, tudod, most konkrétan a szakmáról beszélek, akkor egy kicsit azért úgy, úgy, úgy meglepődsz, hogy, hogy so, ennél sokkal-sokkal rosszabb lemezek vannak, mondjuk külföldi zenekaroktól fölhájpolva, tudod? Közben nekünk van egy saját zenekarunk, aki tök jól működik, és egy olyan lemeztet le az asztalra, amit észre kéne venni, és nem veszik észre. Sőt, még ilyen, mondom, ez az ilyen, jó, így megvót, és köszönjük, és annyira nem kell ö, tovább firtatni, tudod? Na most ezzel szemben a rap lemez, ami megmondom őszintén, tényleg csak egy ilyen, egy ilyen tök kirándulás volt, pár könnyű ötletet összeraktunk, csináljuk a street royálosokkal, aki két jó barátunk, elkezdtünk beszélgetni, hogy mi miért nem csinálunk, régóta ismerjünk egymást, ők bírják a metát, mi bírjuk a reppet, mi miért nem csinálunk valamit közösen. Oké, okay, csináljunk. Először csak arról, hogy egy-két számot csinálunk. Kettő nótát megcsináltunk. Igen, elmészül is. Öh, így meglettek így a demók, meg minden, és akkor utána gondolkoztunk, hogy ez milyen jó ez a két nóta, milyen jó, jók így ez az egész szöveg. Én végre elő tudtam húzni ezt a 90-es évek ilyen ugrálós, kicsit ilyen biohazard style hangulatát, és valószínűleg erre vagyok beállva, tehát én ott így meg, me, tehát ott így legyökereztem kb. De most így végre felélethettem, tudod, ezen a lemezen, és akkor így... És akkor így, ez végül is azért nagyon sok old school arcnak tetszett. Hát most persze hozzáteszem, hogy ez lehet, hogy azért ért el hozzám ezek a vélemények, mert az pont az én haveri köröm, és pont ugyanazokon a zene, zene, zenéken szocializálódtak, meg zenekarokon, tehát magyarán hát itt ugyanaz történt, amit Igen. én elképzeltem. Most az új emberek, az új rajongók azok lehet, hogy ezt aztán végképp nem értették, sőt még össze is keverték őket, sőt még... Azt is azért, az is érdekes, hogy kilenc énekes van ezen az lemezen, de valakinek még ez se tűnt fel, hogy itt itt kilenc énekes van, és azt mondta, hogy a zsóti így énekel, meg úgy énekel, meg hogy lehet, hogy egyszer ilyen, meg egyszer olyan, meg itt milyen szar a hangjort, meg milyen. Tehát, hogy, tehát aki me és ő egy zenekritikus, szupersztár, érted? Tehát most tényleg azért ne haragudjon már meg a világ, és nem tud meg, még olyan női éneket meg tudta különböztetni, bár az se tűnt fel neki szerintem nagyjából, hogy van női is. Na mindegy, az is a Zsóti volt szerintem. Úgyhogy, ígyhogy, úgyhogy azért ennek a lemeznek a megítélése elég jó lett, amúgy így mi nem vártunk amúgy ezzel kapcsolatban ennyi pozitívot. Tehát azért nekünk sokat adott ez, és tényleg jókat írtak róla, jókat mondtak így ismerősök, barátok. Meg nagyon sok volt a rendelés. Tehát én konkrétan ennyit postázni nem postáztam mostanában, mint amennyien rendeltek így. CD-t, és ez, 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 ez egy ilyen jó érzés volt különben. Nem is gyártattunk annyi lemezt, és nincs is már belőle annyira sok. De ugye ezt most, nem, ezt most máshol, máshol máshogy hoztátok ki. Igen, végül is tulajdonképpen a meta.hu hozta ki, tehát ők segítettek egy picit, így egy valamennyivel olcsóbban jött ki, tehát nyilván egy, egy hammeres gyártás, ott a nagy példányszámok, meg a, a, a minden számlára csinálunk, az, az nyilván hozzátesz a költséghez, amit ugye te nem tudsz az embereken Igen. visszakapni, most nyilván egy ilyen metahu kis példányszám, kis költségvetéssel tudtuk így is azért elég magas volt így az előállítása ennek az anyagnak, most mi jóba vagyunk, megcsináltuk, nem volt semmiféle olyan célzata ennek, hogy most mi kiadót váltottuk, mert azért azt is, szerintem nyilván tudja mindenki, vagy sejtik Magyarországon, hogy azért Magyarországon az, hogy van egy kiadója egy zenekarnak, az nem azt jelenti, hogy akkor az kifizeti nekünk a stúdióidőt, a reklámot, a, 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 a klipünket, vagy valamit. Tehát ez nagyjából arról szól, hogy maximum a terjesztésbe tudnak segíteni, vagy egy cikket mögé tudnak tenni egy saját kiadványnak, de még egyszer mondom, hogy a mi esetünk, mi, mi, mi olyan, ilyen, olyan előnyöket sajnos nem tudunk élvezni, mint egy pár nagyobb zenekar érthető módon, akik sok tízezer lemezt adnak el Magyarországon, vagy legalábbis dupla platina, az mondjuk négyezer lemez, uh, nyilván mi a közelébe sajnos ennek nem érünk. A dupla platina az nyolcezer? Vagy nyolcezer, jó. Csak hogy nehogy... nehogy ja, az lemez a 2000, igen. igen. Nehogy vétel valaki azt, hogy, kösz, hogy még lejjebb vitték a példányszámot menni, lejjebb mondjuk már szerintem nem lehet. Úgyhogy ezt nagyjából így kalkuláltuk ki, uh -huh. de így alakult. Illetve még a másik gondolatom az, a, az volt ezzel kapcsolatban, hogy a metal hammer, az nem fog egy ilyen rap metal lemez semmilyen szinten felvállalni, tehát azért egy... Valahogy én ezt így gondoltam, hogy nem, ezt pedig őt tudná, az. Éret. Első csak azért is például. Uh -huh. Jó, hát mindegy, persze nyilván, csak Jó. ez így eszembe jutott. Uh -huh. De akkor következő valószínűleg újra ott lesz. Igen, gyanítom, hogyha bármilyen érdeklődés is van, vagy, ő, vagy őket ez, ez, ez érdekli, akkor persze. Elkezdtünk már amúgy beszélgetni erről az egész dologról, ugye a jövőképről, meg a lemezről. Most egyelőre még nem kaptam választ konkrétan, hogy. Ugye leginkább azért is voltam kíváncsi erre, hogy, hogy mert én, én pont, én pont egy-kettő olyan kommentbe futottam be, akik nem tudtak velem mit kezdeni, és mi mondtam is az egyik srácnak, aki, aki, írt, hogy hát ez annyira nem jön be, hogy az a ne hülyeskedjél, mert ugyanazokat a stack ezeket szeretjük, és nekem például tök azért leróla, elsőre hmm. az, hogy fú, az nagyon jó, hogy stack magyarul tudod. És hmm. hogy, így mondta, hogy lehet, hogy csak meg kéne hallgatni újra, most azóta nem beszéltünk, de például volt olyan haverom is, aki, mint hogy te mondtad, hogy alapvetően egyébként nem megrögzött kadaveres van, de ezt az lp imádja. Igen, igen, szóval jó, az nyilván hangulat is. Nyilván, biztos, hogy vannak olyan ismerősök, akik eleve azt mondják, hogy magyar zenekar, minek. Akkor valaki azt mondja, hogy a Kádeveres, mit tudom én, valahogy olyan képél benne, hogy ez nem tud jó lenni. Valaki viszont meg lehet, hogy nyitott volt. Az is érdekes volt, ugye, hogy a rep oldalról, ugye van ez a rep meg ilyenek így megtaláltak Igen. engem, és akkor onnan rendeltek lemezeket. Tehát ott tényleg konkrétan az volt, hogy, hogy azt, az, azt a műfajt, tehát egy kicsit össze összetudtam, párhuzamba tudtam állítani, tehát ugye most is azért ez a hardcore mag ugye, hogyha azt nézem, az egy tök összetartó közösség, kiadványokat vesznek, cserélnek, bakeliteznek, pólóznak, stb. Ez egy mag, egy picit ott azért jobban érzem azt, hogy a műfaj fenntartja magát. A rebbe is ugyanezt érzem, ott az előadók, jó, legtöbbször azért ritka a lemez, mondjuk sokszor az egy számokat izélnek nyomnak, és akkor ized, azért van sok lemez. De így, hogy például itt van Riddler szereplése, ugye a mi lemezünkön, Igenis, ezért egy csomó olyan ember megvette, hogy van rajt Riedre? nekem ez kell, kell, hogy legyen. Street Royal oldalról is jöttek, akik megvették ezt a lemezt, és ez nem érdekelte, hogy ott zsizseg a gitár, néha üvölt valaki, tök mindegy. Akkor azt mondta, hogy meghallgatta, megvan a gyűjtemény, beteszi, nem kötelező ezt hallgatni. De, de, de tudod, ő is azért e érezte azt, hogy magát a műfajt viszont ezen keresztül azzal az ezer forinttal lehet, hogy kicsit meg tudja támogatni. Meg, 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 a, meg ez a reppegylet is úgy működik, új kiadvány, megrendelem. Tehát, hogy vannak megrögzött emberek, gyűjtők, akik tök mindegy, hogy mi az, megrendel. Jó, nyilván lehet a kritikát, és azt írják, hogy fú, haver, recseg, ropog, meg se lehet hallgatni, szerintem hagyjuk, ha akkor ezt elveszi. De tudod, amikor azért így van egy jó borító, érted, van rajta, érted, egy csomó olyan ember, aki tudod azt, hogy jó dolgot csinálnak húsz év óta, na. Igen, ja, hát mondjuk azért Érdekes, hogy én is nézem bent sokszor, így műfaj specifikusan és a webshopban ám miket rendelnek, és vannak bizonyos esetek, amikor, amikor ugye hiába kínáltunk túlnyomó többsége rock és metal, a replemezek sokkal jobban mennek. Például amikor volt egy pár akciós tupak, meg Ice Cube lemez, figyelj, nem is tudom, mennyit kell rendelem, az Ice Cube-okat ötös éve rendeltem például, és mindig kifogy. Na, tehát hogy ez a műfej is egy picit így önmagát egy picit életben tudja tartani, Igen. de a különben, ha nem megyünk messze egészen, akkor ö, nem akarok nagyon erre szót ö, fecsérelni, de, de, akár ez a, most ez a szélső jobbos vonal is ugyanígy tud működni. Tehát ott is majdnem mindegy, hogy mi van ráírva a borítóra, milyen előadó, azok az emberek azt az anyagot meg fogják venni. Tehát működik, Persze. működik ott sok-sok tíz, százhúsz vagy ezer lemezt eladnak ezek, a, ezek, az előadók, ezek a, mert ott is igazából, és hiába van egy, lehet, hogy egy gyengébb stúdió felvétel, otthon készült barkács szakkör van, meg minden, kicsit recseg, ropog, amit az előbb mondtam, az ének, tök mindegy, megveszi, ott van, támogatja, izé, működjön, elmegyünk a koncertre, ott vagyunk, de érted? Igen, és egyébként tök jó működik, és amúgy ezt jó is látod, mert amúgy javarészt így is van. De egyébként az a, az érdekesebb, hogy például sokszor én is azt látom, hogy a, a kiadvány ára ugyan visszatart embereket, de például a múltkor a pont a Hammer, hogy Szerintem ilyen overstock jelleggel a, 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 -a meg a, uh -huh. a kinyomott, újra nyomott sorlemezeket így leáraszták. Figy, abban is olyan mennyiségeket adtunk el, hogy így teljesen el voltam hűlve rajta, hogy uh, mi ez a megint És ott a komplet diszkográfiát megrendelte valaki. És szerintem úgy volt vele, ott is tudt, hogy 500, Szerettem. forint darabja. Hát igen, meg az, hogy most már ezek az emberek, tudod, akik mit akkor hallgatták, most már egy 40-es jókereső családapa, szónya. azt mondja, ó, ezen nőttem fel, mennyibe kell, csak jöhet az egész. Tehát hú, ez, egy, ez egy, jó hú, érzés. 20, CD, meg tudom, 3 DVD, kijön 10 ezer, egy forintra, már posta sincs, tudod, jöhet. De jöhet És akkor, de jó, csak ezzel mondom, ezzel kapcsolatban még annyi, hogy hogy mindemellett viszont most beszéltünk ugye több műfajról, mindegyik be vannak nyilván értékes dolgok, de ha csak a saját dolgomat nézem, és csak Magyarországra ezt így, így egy kicsit ráfókuszálva, akkor azt kell, hogy lássam, hogy magyarországi viszonylatban ebbe a műfajba sokkal több jó és értékes előadó működik, aki kb. ugyanúgy egy kicsit ilyen, ilyen szenvedősbe így csinálják, ugyan, működnek ugyan, de tudom azt, hogy ki nem mondanák, hogy mennyi lemezt adnak el, mert szégyen teljes. És so pedig sokkal ez szélesebb ez a spektrum, tehát, hogy itt ezernyi jó zenekar van, ezerni olyan előadók, akik azért sokkal többet érdemelnének, és most. Hát igen, és egyébként én is, amikor látom, hogy XY Metal zenekar mondjuk előrendelésben megcsinált egy aranylemezt, és ugyanakkor tudom, hogy egy másik zenekar, aki minőségben semmivel sem hoz rosszabbat, meg örül neki, hogyha a legyártott 300 vagy 500 darabot el tudja adni évek alatt. És ugye ez nem az adott zenekar hibája, aki elővételben aranylemezt csinál, mert baromi örülök hogy van még ilyen rock metal aki erre képes, hanem inkább én, én arra lennék kíváncsi, hogy ez hol csúszik el. Tehát, hogy hol válik a közönség passzíva annyira, hogy oké, okay, jó, X és Y lemezét megveszem menőrendelésben, mert nekem kell, de mondjuk ugyanakkor Z meg K meg L e lemezét meg nem veszem meg, pedig amúgy valószínűleg hát azt is meghallgatja a spotify nyilván, meg, meg nyilván. többi. Hát igen, de, de az már nem érdekli. Ez, ez úgy, hogy az érték, ez menő is, ismerősök is ezt szeretik, tudod, a fesztivál is ő van a nagy színpadon. tudod, ezek így generálják magukat, meg persze azt se felejtsük el az első részt, amit mondtál a sztoriba, hogy már elővételben aranylemez. Tudod itt is aztán mennyi az a lemez, ami valójában egy raktárba áll a mai napig, persze. tudod. És ezen keresztül generál valamit, ami, ami most érted, ezt nem kell befejeznem ezt a sztorit. Tehát hogy ezt persze, nyilvánvalóan persze, így. Ez is egy üzleti befektetés, tudod. E ezt is lehetne megcsinálni. Most én is azt mondanám, hogy erre sok mindent felteszek, nyilván. Ezzel a fajta zenével nem lehet, de egy ennél jóval kommerszebb magyar nyelvű zenével Igen. már lehet akár üzleti befektetésként úgy gondolkozni, hogy nagyot robbantunk, nagyot robbantunk. Én megveszek mindenféle trükkös módon ennyivel több lemezt. Már én ki tudok jönni a mahasz élén, már én aranylemezként jövök ki. azért ez, ez nyilván üzlet, mert utána viszont ez vissza tudod fordítani úgy, hogy akkor Igen. már te koncerteken ott vagy egy nagy színpadon, már egy ugye a divatos fesztiválvonal, ha bekerülsz egy ilyen vérkeringésbe, vagy akár most ugye behozhatjuk ezt az egész Covid témát is, érted, a raktárkoncerteken, már azért ott egy 15-szörös gázsival már te meg tudsz venni egy dupla platinát is akár. Érted, Igen. hogy mit mondok? Tehát Igen. akkor ez már ez így elég jól működik. Csak ebbe becse bele kell kerülni valahogy, és akkor ott már elműködsz ügyesen. Tehát ö... ugye ti is próbálkoztatok a szel magyar nyelvű dalokkal, meg, meg ugye magyar nyelvű dal feldolgozással ilyesmivel, de azt például hogy sosem gondolkodhatok át, hogy csináltak egy komplett új lemezt magyar nyelvű dalokkal? Hát, de, most is ez, ez így feljött, tehát ez mindig feljön, tehát ez mindig így, mindig így, mindig így mindig elindul, és akkor így, csak aztán így, mindig, mindig így, mindig így, a miértek és a hogyanok után eljönnek így a dolgok. Tehát ugye megcsináltuk azt az akusztikus kislemezt full magyarul. Tehát én úgy érzem, hogy az, például, ha ha mindent összegzünk, azért ez nem lett egy rossz anyag, Egyen tudod, van, nem. és hogyha az az anyag nem tudott akkorát dobni rajtunk, tudod, tehát az igazából oké, okay, volt rádióban egy-egy nóta, meg, meg szeretik az emberek, meg azért most is koncerten amúgy nyilván vannak magyar nóták, amiket tök imádnak, és jó látni, hogy éneklik, de valahogy ez így elég, tehát nem, nem tudtunk annyival nagyobbat alakítani ezzel, semennyire se tudalmunképpen. Most hozzáteszem, hogy a Petőfibe majd lesz például ugye a replemezre szándékosan csináltunk egy ilyen rádióbarát Igen. akusztikus izét, kicsit ilyen kovaszki vega jellegű dolgot, de nem azért, hogy az valaha, a büdös életben nem föl kell játszani, tehát minket ez semmilyen szinten nem motivál, az motivál, hogy menjen a Petőfi, és ha ott a nevünk az legalább ö, egyszer hangozzon el, működjön a zenekar, ismerjék, jól csengjen a fülbe, hogy arról van szó, de mi oda fogunk menni, és ugyanúgy izé, ugra-bugra izé, rakenról lesz, tehát hogy semmilyen szinten, ne, de nem lesz akusztikus blokk, mert az akusztikussal is próbálkoztunk, ugye voltak a koncertjeink, nem egy, nem kettő, én imádtam, de az ennek a másik fele meg gyűlölte, tehát hogy ne, nem, nem, volt, nem, nem volt az az érzet, hogy ez nekünk annyira hiányzik, és ott se nagyon történt olyan szintű előrelépés, hogy, hogy most persze lehetne ezt, hogy akkor legyen egy kada akusztikus, akkor menjünk mi is, és akkor azokért a kis gombok érjen kis helyeken, mert ugye az is egy, egy új terep lenne, Igen. hogy a, már vannak ezek az úgynevezett ilyen, mit tudom, kocsmák, és akkor a, a mit tudom én, ott ugye a, három darab izé székre ott leülnek, és akkor tudod, vagy mégis történik valami, de nyilván nincs akkor a költsége a klub tulajnak se, meg nem akkor a macera, meg nem is hangos, tehát hogy így tehát így, van ennek is egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen vonulata, de mi ebbe látod, nem majon akarunk beleállni, és akkor ott a dobosunk izé játszik, hát nem, nem tudom, nem én vagyok, tudod, meg azért mm. rájöttünk, hogy meg a több meg nem Balika, tudod, meg, meg Kámi is teljesen izé, tehát ki volt attól, hogy akusztikus gitáron ott ülünk és, izé, és közben meg TV felvétel van, Viszont tudod. Viszont most en, ennek nyomán így, így felmerül egy kérdés, lehet, hogy nem mm. fogod jó néven menni, de kíváncsi vagyok, rá, most már csak azért is, hogy annó, az Ákos feldolgozás, az azért született, mert tetszett nektek a dal, vagy pedig azért, hogy ezzel is próbáljátok esetleg mondjuk egy rádiós játszást generálni. Is is, is is. Mert hogy emlékszem, hogy volt is olyan, aki, aki nekem mondta, hogy hát azt mi, miért pont Ákos, annak mondjuk ez egy kurva jó dal szerintem. Hát ott azért de... az, is, az is, számított nyilvánvalóan, hogy igen, tehát maga a dal az nagyon-nagyon jó, nyilván azért azt se felejtsük el, hogy kidobol az Ákos zenekarából, tehát az, hogy egy bánfalvi Persze. Sanyi ott ül, és és tehát ilyen téren azért ott egy, az egy elég komoly roknóta. Mi azt egy nagyon picivel tettük csak rokkosabbá, mert ez nagyjából olyan az a nóta. Abszolút, igen, hogyne, hogy És ne. akkor... Ez tulajdonképpen még nagyon fontos volt az, hogy a, akkor ugye az énekesünk az Zoli volt, és a Zoli hangja, meg az ő orgánuma, meg az egész dolog, az annyira profin, annyira illett oda. Igen. És ugye nem beszéltük, vagy beszéltünk arról, hogy az igazából egy rádióknak készült elsősorban egy, egy akusztikus kis lemez volt magyar nótákkal, és úgy voltunk vele, hogy na, oké, okay, ott van négy nóta vagy öt nóta, mi lenne, ha még lenne egy olyan nóta, viszont ami meg egyértelműen arra készületik, hogy akkor az Ákos nóta feldolgozás És az utoljára készült, hogy csináljuk meg, pikpak, nem foglalkoztunk vele annyira, de úgy voltunk, ha amúgy is elküldjük a rádiókba, akkor lehet, hogy pont azt a nótát fogják leadni, hogy hoppá lett egy ilyen, és akkor leadjuk. Tehát, tehát azért nyilván igen, tehát, tök, tehát értem, bántó, nem bántó, igazad van. Tehát az is, de az is egy tény, hogy ugye 15 éves zenekarról beszélünk, és minden zenekar életében vannak ezek a kicsit durci vagyok, akkor még keményebbet csinálunk, inkább basz, bocsánat, cseszétek meg az egészet. Itt lehet, lehet. Akkor Basszátok meg, leszarok mindent, még durvább, gyorsabb vagyok, keményebb, üvöltök. De aztán megint van egy olyan hullám, amikor áh, csak kéne egy kicsit már keresni, csak kéne több ember. Uh, mit csináljunk, uh, kis akusztikus, kis izé, rádió, izé, akkor ugye mi történik? Semmi, megint bedurcizunk, uh, keménykedünk, akkor de, de, akkor megint csak, mit tudom, ott a csaja a gitárosnak, vagy a, a dobosnak, és akkor milyen jó lenne, ha egy rádióban is lenne már korravere. jó, akkor nézzük egy akusztikus, akkor, akkor a meg a Vegát szereti a kisgyerek, az, na, tudod, tehát egy, persze, persze. sajnos ez egy ilyen kicsit ilyen hullámvasú, tehát nem lehet mindig izé üvölteni, Sőt, ugye nyilván a zenei fejlődés, vagy a zeneiséged, ami, 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 ami jó eséllyel, ha kívülről tudod nézni, annak fejlődnie kell. Tehát én most tényleg itt röhögünk sokszor a Six Feet Under vagy a. Cannibal Corpse, uh, hogy pont azért, azért hozom fel, mert uh, ugye azzal kapcsolatban volt ilyen izé, hogy... az tehát, új Six fit, Under azért meghallgattam volna ezt, én nem, nem, tehát Jó, nem értjük, hogy mi van, tehát, én, de ezt nem lehet csinálni, tehát hogy, hogy kívülről látnod kell magadat, és akkor azt mond, hogy hát valamilyen szintű fejlődést produkálni kell. Um, Oké, okay, fejlődjünk a hangzáson. Nekem csak mondom, hogy tudod, hogy ugye a Cannibal corpse kivált énekes csinálta ezt a zenekart, a Six Feet Under-t, egy kurva jó dátmatál zenekar volt az elején, de figyelj, ez az új lemez, ez az olyan, hogy tehát, ne, ne, nem tudom. De ha ezt viccnek szánták, akkor is kurva vagy de ha komolynak, akkor meg végképp. Jó, lehet, hogy tudod, most nem tudhatjuk a háttérből, hogy egy kiadó, egy összeveszett kiadó zenekar özé van, persze. és ez, hogy egy lemezzel még tartoztak a és azok úgy hogy na jó, van, akkor itt ez a lemez, ezt nem érdekel minket. Persze, de persze. akkor se csinálsz ilyet, mindegy, ők csináltak lehet, hogy ez most ez vicc, vagy beszélnek róla. Na most ugyanez, hogy akkor látod magad fejlődést, valamit kell hozni, tehát te nagyon fontos a zeneiség. A zenébe is el kell jutni arra, hogy hogy kinyíljon ez a sztori, már itt vannak szólamok, meg meg hangszerek, meg az akustikus gitár maga elő kell, hogy jöjjön néha már, és akkor nem beszélve az énekről, ami ha vagy olyan szintű énekes van a zenekar élén, mint nálunk volt, ez tök fontos, hogy, 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 hogy ezek meg kellett, hogy történjenek, mert nyilván nem csak az én döntésem volt, ez ez, mint zenekarvezető, hanem azért itt nálunk elég nagy demokrácia van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenkinek valamennyire beleszólása, hogy kell legyen a zenekarba, meg abba is, amit csinálunk, vagy elképzik, az sajátjának érezze. Hogy nálunk valaki nem érzi a sajátjának ezt a zenekart, az már rossz. Ha elindul egy ilyen folyamat, akkor előbb vagy utóbb ott ugye tagcsere fog történni, Igen. bármit csinálsz. Tehát ott akkor már végén már lehetünk egy akusztikus zenekar is, akkor se fog tetszeni, tök mindegy. Most nyilván úgy fordultak a dolgok, most egy kicsit ilyen durcább stádiumban vagyunk amúgy, tehát most én úgy gondolom, hogy ez egy igazán kemény lemez lesz, de ez tudatos is volt. Tudatosan kerestünk egy olyan énekest a zenekar élére, aki, akinek van egy nagyon komoly mély hangtónusa, mert keményebb nótákat képzeltünk el, kevés dallamos ének lesz most a kadaverezbe, gyorsabb nóták lesznek, azért választottunk egy olyan dobost, aki technikás és gyors, a Vince a Slipknot Tribute-be 5 évet ledobolt, nyilván magába szívott egy csomó dolgot George jordison olyan, mi ezt tudatosan így képzeljük el az új számokat, az új ö, hangzást, egy picit ez az irány. Egy kicsit más lesz, de kadaveres de lesz, viszont kemény. Most ö, nyilván erre majd azt mondja valaki, hogy úr Isten, de azt ugyanúgy nem fogja érdekelni, vagy nem érdekelte az előző lemezünk. Se. Viszont egy csomó ember, aki, aki valamennyire is tudatában van ennek a dolognak, az pedig azért azt mondja, hogy na végre hát kanyarodjunk vissza az elejére ennek a sztorinak 2005-be, 6-ba, és, és, legyen a kadaveresz az, ami, aminek indult. És én is egy picit azt érzem, és, és, hogyha tényleg ide visszakanyarodhatok, hogy, hogy miért az utolsó lemez, tehát így most körbe fogunk érni. Tehát az elején valóan elindultunk, és oda vissza fogunk érkezni. Ez lesz egy ilyen, egy ilyen tök jó lezáró anyag, én úgy gondolom. Mindemellett volt egy csomó kirándulásunk, tehát én, ne, én, 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 nem, én, én nem bánom azt, hogy nekünk voltak elektronikus remixeink, hát így fogta a fejét egy csomó ember. De tudod, amikor te egy olyan szerző vagy, akinek nincs egy szerződése, egy kiadóval, és abban nincs leírva, hogy ha-hó nem lehet elektronika, ha-hó nem lehet nőjének, ha-hó nem lehet fingás a lemezem, vagy bármi, figyelj, én bármit megtehettem világéletembe. Tehát most képzeld el azt, hogy 27 éves zenélésem alatt soha senki nem mondta azt, hogy ez vagy ez, nem lehet egy lemezen. Ez tök jó érzés. És engem tényleg nem érdekel most az gáz, hogy én szeretek elektronikus zenéket. Hát figyelj, lehet, hogy égő, de bocs. Gáz, hogy szeretek, mit tudom én, black metal -t? hát igen, elég szar, de mindegy, bocs, hát akkor ez gáz, hogy mit tudom én, bírok ilyen régi bén a zenekarokat, részi, hát elég gáz, de most íze. Tehát érted, tehát hogy most akkor elektronika van rap, hú, rap metal csinált, Jézus, már mindegy, hát csinál, akusztikus, ágos feldolgozás, hát igen, nem, igazából ez egy jó dolog volt, érted, százfele kirándultunk, egy csomó arccal, tudod, én örülök, hogy, minden, hogy azok az emberek együtt zenélhettem, akik, akikkel együtt zenéltem, beleértve a CDT, beleértve a Cadaveres. Ezek tök jó utazások voltak, közös élmények, hatással voltak a zenekarra, mert nekem ugye mind van nyilván egy saját elképzelésem, meg egy, egy stílusom, de ezek az emberek mindegyesével befolyásolták ezt, hozzátettek, néha erőteljesebben, néha kevésbé erőteljesebben, de az jó, amikor erőteljesebb valaki, mert akkor, akkor nem csak rólam szól ez a sztori, és akkor viszont meg tök jó működik minden ha már egy hatások így arra lenne kíváncsi a vége felé, hogy neked mennyire, vagy mennyivel másabbak a zenei hatásaid mondjuk most, meg mikor a kadaveres indult? Kiket hallgattál szívesen akkor, kiket hallgat szívesen most? Illetve van-e valami olyan új felfedezetted, akit úgy megemlíteni, hogy hú, figyelj, is gondoltam, de ez baromi jó. Hát én mindig csak egy zenekart szoktam ilyenkor így megemlíteni a Devil Driver-t, tehát hogy nekem az, 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 utóbbi három, négy, öt évbe, hat évbe az az, 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 a zenekar, ami, ami így nagyon bejön, meg a Fozi maximum, amit így átnézek és eszembe jutott. Tehát, jó, de ez is azért a Stark mojo indult, a másik Igen. meg tudjuk honnan indult, szóval hogy az volt az eleje, de olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy kilengések, tehát nekem azért így nyilván megmaradtak, a, amiket szerettem mindig is, tehát, hogy nekem mindig is a Metallica volt az első helyen, meg a Slayer, egy kis exodus tehát, hogyha így a régi brigákat mm -hmm. nézem Ö de aztán ez újak közül meg azért ott a Slipknot, a máshihet, nekem a máshihet is azt hiszem elég, eléggé meghatározó. Tehát nekem minden máshihet lemező van érték. Én, én a rofflint nagyon bírom, mind hogy egy ilyen rettenetesen irritáló art, de hát figyelj, a legutóbbi ugye nem tudom ki nézik a Happy Oros izé, Igen. de hát figyelj, óriási. Tehát azt nem tudom, hogy mennyien látták, amikor ő hullarészegen, részegen, fürdőköpenybe, kettő szemüvegbe és két egy sörrel ott izé produkálta magát, de hát azt figyelj, az, az lehet, hogy azt letörölték, én nem tudom ott az, ami történt, de figyelj, hát ez, ez csávó, az egy őrült, tehát óriási. Egy, egyébként bármennyire irritál a figura, azért annál nála a metász. Hát, ja, az, persze, meg lesz is, tehát viszont amit ő, ő így tulajdonképpen lehet mondani, hogy egy maga így létrehoz és, és csinál és, és lemezről lemezre ö, letesz, hát figyelj, szerintem az az kegyetlen, kegyetlen. Tehát ez nagyon jó. Hát nagyjából ezek a hatások. Tehát ilyen nagyon-nagyon extrém, új, ami, ami teljesen meglepő, és ilyen kilengés. Hát nincs. Tehát most az, persze visszajön neki egy-egy ilyen hullám, tudod, amikor most jelenik meg új Statik X lemez, és akkor jaj, de jó, meg régének hang, de ezek jók, tudod. Hogy én régen is bírtam a, a, mit tudom én, az elektronik, kicsit ilyen elektronikusabb dolgokat, most így a minisztrit mondom, hogy az is azért néha így föltámad, ha vannak azért ilyen mélyebb, azért, amit így annyira nem értékelek, de de Itt azt... azt az ott, hát igen, nehéz. Tehát az, azért, ja, igen, tehát azért mondom, hogy ott azért néha, néha elfogy a muníció. Tehát nem tudom, hogy az hogy, hogy van, vagy mint van. Állam az újszeretek kurva jó, szerintem, bármennyire féltem, hogy ja, azt a minősített húrarablást én azt fogom mondani, hogy jó, de de sajnos el, el kell, kell fogadni, fennem, hogy jó, így igen. van. Tehát nekem hogy ezek, ezek szerintem nem nagyon fognak, egy kevés az olyan új zenekar, de ez biztos az én hibám is, hogy hogy akik azért olyan nagy hatással tudnának lenni. de, de most egy kicsit így várja ellentmondok magamnak, mert most én nagyon rácsavarodtam például a túrra, a legutolsó túl az, az, az tényleg nálam az ilyen nagyon meghatározó lett valamitől, pedig a nagy túlos ismerőségem azt mondják, hogy jó, jó, de, de nem az messze nem olyan jó, mint kéne, viszont én meg próbálkozom a régiekkel, és ott meg nem, nem érzem a, a annyira jónak, mint az tese. Nem, 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 én nem értem azt a zenekart, tehát hogy ott, ott velem van a probléma, valószínűleg ö meg, meghallgattam az új lemezt, mert muszáj volt, hogy a hangpróbás hmm. volt, ilyesmi, és tök jó, akkor egy pár napig hallgattam is, de azóta egyszer sem. Hát én régebben egyetlen nem kaptam, mert ugyanígy éreztem, hogy te is, de aztán addig, 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 addig mindenki mondta, hogy így, úgy hát mondom, már megőrülök, meg, ugye, meg, meg érdekelt ez a, ez a kinyithatós CD-sztori, hogy ott vetít, mert hát mondom, nekem ilyen kell, tehát mondom, nem, hogy már nekem ilyen nem ne legyen, mert, mert ugye idegesített a dolog, és, és, és akkor, és akkor így egyszer győr be voltam és ott volt, érted, a, a médiában, fú, mondom, akkor most én, én túl fog hallgatni. És betettem a kocsimba, nézegettem ott a borítót, meg tudod, mindig, mindig ilyen nagyon jó ez a háttér digitális Igen. világa, meg ezek a grafikai világa az egésznek, és így attól így elájultam. Hát és akkor azóta is azt mondom, hogy az a lemez, na, az például azért meghatározó, de így a, 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 nincs rám hatással. Tehát én nem szeretnék ilyen, ilyen elszállós. Voltak időszak, amikor szerettem volna, valahogy a, én a régi VHK-t azt mindig valahogy így előhozakodtam vele, meg így mindig, mindig így jövök ezzel a feldolgozás kis lemezzel, és akkor az már megvoltak, hogy, hogy először volt olyan variáció, hogy akkor minden ilyen jó kedvencemet izé, de hát azt rájöttem, hogy az, a, ami nekem a bedlem, azt a többiek életükben nem is hallgatták és nem is látták. Nekem a VHK azt, ú, te hülye vagy, tudod, Melyik, ezt... melyik, véheke melyik számot tennéd rá? Kíváncsi vagyok. Hát az a baj, hogy a, a, a hát a hunok csatáját, vagy a hello mindenség, de aztán Jó, azt is így lelőtték már. Igen, so... a a Black, Black Na szígen. mindegy, mindegy, tehát én... és akkor olyan kezdve hogy már nem akarok ezt hozzányúlni, én tudom. Hello mindenség, Ja, a másik variát, nem tudom, de nem szabad már, tehát én úgy gondoltam, most már a vk én már úgy gondolkozom, hogy ezt nem szabad semmilyen szinten már bántani, és mindegy, nem ne menjünk bele, ez egy külön műsor lenne számomra. Igen, tehát szerintem értem, mire gondolsz. Ja, és majd elmondom műsoron kívül, ha lekapcsolták a között, hogy én mire gondolok. De aztán volt nyilván még egy-két magyar zenekar, de itt a Leukémiát is mondhatnám. Tehát ez mindig -mind olyan, akik rám ugye hatással voltak. Ja. De most egy ilyen már nem lesz mostanában, majd meglátjuk, de Úgyhogy maradunk a, maradunk a bevált dolgoknál, de amíg ja, még, tudunk, tudunk izé, tudok ellenpontot közöttünk. Ezt a szepultúra dolgot én nem tudom. Nagyon akarom, <laughs> nagyon szeretném, megvettem az új lemezt, és Á, figyelj, én, figyelj, nem, ez, nem, nem Ez tök érdekes, hogy pont pont, pont, ah. pont, 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 tegnap hallgattam meg a Kiosédit, mai napig ezer pontos lemez, meg, meg, minden, nagyon szeretem. A Roots nekem régen sem működött, csak pár dal. <laughs> Igen, itt mindjárt, mindjárt végen van, de, de nekem valahogy az utolsó, nem is tudom megmondani, há, utolsó hány lemez, de fú, Hát nem, nem, nekem sokkal több, tehát hogy nekem, nekem ugye nekem, nekem a Dante 21 is kibaszottul bejött, az Élex is kurva jó szerintem, a Kairos zseniális, a minisztri feldolgozással, a, a Mediátornak mondjuk úgy, úgy a bő két harmada nagyon jó, nem minden dal, de az utolsó két lemez, az meg szerintem százpontos, bazdmeg. Főleg, 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 a mesim messze. Ja. Na mindegy, tehát így, jó, ez, ez, annyira nem érint meg, úgy, de a többi zenekar, azok nagyjából ugyanazok a kedvencei. Viszont totál megértem, hogyha mondjuk valaki, aki régi szabut szeret, annak miért nem tetszik az új, tehát ezt abszolút teljes mértékben megértem. Én nyitott vagyok amúgy rá, meg, meg nyilván, tehát ott tehát vitathatatlan dolgok vannak, ami amellett szól, tehát ott erről, hogy Casa Grande izé, dobos emberünk, az, tehát az az, 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 nem, az nem. Tehát az, hogy én gitárosként ilyen... Tehát az a vicces, amikor mi a zenekaron belül dobos videókat küldözgetünk egymásnak, gitárosoktól, tehát azért ez nem normális ugye. dolog, azt mondjuk ki. Tudod? Meg ugye ti nyilván Anders kisszert is izé, tök jó, meg minden. Ott szerintem az énekem megy el nálam a sztori sajnos, az a bajom. Lehet, Nekem az kevés. Lehet. Tehát én ott el tudnék képzelni egy, egy farkas zotyát, aki gitárral énekel ott. Tehát, hogy tudod, tehát egy gitáros énekes <laughs> persze, képzelnék persze, én oda. Persze, persze, Nekem persze. ő, ő, ő így kevés ehhez. Tehát az a bömbölés egy síkon, és akkor itt visszautalok, amiről beszéltünk, hogy a zenei fejlődés minden téren, a zenei fejlődés a hangszereseknél, tehát az tényleg, az fenomenális minden téren. Még, még az új lemezen is az az egy nóta, ami ami inkább egy szátriáni lemezre illene rá, tehát az kicsit erősnek érzem amúgy, hogy a szepultúra is odáig jut, hogy már egy Anders szóló lemezről egy nótát inkább ide tesznek. Tudjátok, miről beszélek? Igen, 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 az igen, instrumentális igen. nótára. De énektéren viszont meg olyan szinten leragadtak, meg benne ragadtak, sőt még visszalépést is érzek, ha már Max Cavalérát elő kell vennünk. Tehát az visszalépés, ami most történik. És ez nekem a sajnálatos és akkor mondjuk nem értem, még, hogy miért nem énekel ott valamelyik, vagy, vagy, próbálkozik egy kicsit, tudod, akkor vokálba, vagy, vagy akkor tényleg csak... Csak az András Kiszta is volt egy rohadt fafejű csávok, aki kitalálta magának ezt az embert, és akkor ha törik, ha szakad, ha izé, akkor is ő fog itt állni, tudod. Hiába Mal érik szóna, támadások, ilyen. meg hiába van az, hogy már a, a, a koncertekből már csak 400 koncertek, de ő akkor is tudod, egy fafejű csávó is ott van. Na, ez viszont tök jó végszó is, ma úgyis elérkeztünk a végére, mert itt már Laci előbb jelzett nekem, hogy itt time van. Betedik a tárhely. Igen. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket, meg mindenképpen figyeljétek a kadaver mert nem, valószínűleg akkor nem sokára itt lesz az új lemez. jövő, hát jövőre, jövőre tehát nem fogunk sietni, nem, nincs kapkodás. Én a február tűztem ki, rezeg a léc, az inkább tavasz lesz belőle. Meg hát majd meglátjuk a vírus, az visszahúzódik-e, megijed-e a lemezünktől, vagy nem, majd ez kiderül. Az új KDVR, ez vírusírtó a címe, megjelenik majd akkor tavasszal. Köszönjük. Igen, vegyétek mindenképpen meg. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!